Sztrájk hangulat van több nagyvállalatnál is. A legtöbb helyen az alacsony fizetések okoznak feszültséget a dolgozók és a munkaadók között. A január végi sikeres Audi sztrájk után a postás szakszervezetek tüntetést szerveznek, de azt is bejelentették, hogy ha nem járnak sikerrel, sztrájkba kezdenek. A Hankook gumigyárban sztrájkbizottság alakult, a BKV dolgozói pedig kitartanak 15%-os követelésük mellett annak ellenére is, hogy kiszivárgott hírek szerint a cég csak 5%-ot adna. 1461 forintos órabérrel keres buszvezetőket saját oldalán a BKV, a cégnél ugyanis folyamatos a sofőrhiány. A tavaly évvégi adatok szerint közel 300 busz és villamos vezető hiányzik. A szakszervezetek szerint ennek részben az alacsony fizetés az oka. Legalább 15%-os béremelést szeretnének, a HVG azonban úgy tudja, a BKV maximum 5%-ot adna. Érdekes és elgondolkoztató, hogy ha van ilyen, akkor miért nem előbb hivatalos tájékoztatása kiajánlás formában jelenik meg. A sajtóból értesült az 5%-os ajánlatról az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetője is. Ebből 2%-ot állna a BKV, 3-at a főváros. Naszályi Gábor azt mondja, az ajánlat nagyon alacsony, így ha végül tényleg ekkora lesz az emelés, sok dolgozó hagyja majd ott a céget. Ez még azokra nem bérfejlesztése, béremelése, még arra bérrendezése sem elegendő, ami megállapításunk szerint, illetve közös, mind a munkáltató, mind a munkavállalói oldal véleménye szerint szükségeltetik. Ez például a bértarifa rendszer véglegesítése, bizonyos munkaköröknek a kicsit jobb támogatása, mert ugye a létszámhiány egyelőre még fent áll bizonyos munkakörökben, tehát még erre sem elegendő. Kerestük az ügyben a BKV-t is, a folyamatban lévő tárgyalásokra hivatkozva azonban nem akartak nyilatkozni. A buszvezetőkhöz hasonló problémával küzdenek a postások is. Legalább 10%-os béremelést szeretnének, ezért vonulnak utcára március 9-én. Követelésükre egyelőre választ sem kaptak, így a tüntetés mellett a sztrájkot is kilátásba helyezték. A dolgozókat képviselő szakszervezet szerint a postai rendszer összeomlását hozhatja, ha nem rendezik a fizetéseket. Minden területen a létszámhiány, az állandó helyettesítés, tervezhetetlen magánélet. Több területről hallottuk, hogy csoportos felmondást helyeztek kilátásba, hanem javul a helyzet, és ezt mi szeretnénk megakadályozni, és éppen ezért írtuk ezt a levelet a miniszterasszonynak, de hát sajnos nem talált meghallgatásra. Sztrájk jöhet a Hankook gumigyárban is, ahol már a sztrájkbizottság is megalakult, miután a vezetés egyoldalúan felfüggesztette a bértárgyalásokat. Székely Tamás az egyenes beszédben korábban azt mondta, reméli, hogy az Audi dolgozókhoz hasonló sikereket érhetnek majd el. A szakszervezet napról napra erősödik, különösen köszönhető ez annak, hogy a munkáltató első körben azt sugallta, hogy hát itt nincs semmi probléma, itt a munkavállalók annyira meg vannak elégedve, hogy szinte béremelésre sincs szükség. Időközben a Paksi Atomerőmű két szakszervezete is jelezte, sztrájkra készülnek a fegyveres biztonsági őrség tervezett kiszervezése miatt.